Hajdú Portré. Ismert arcok, vállalkozók, a közélet alakítói, akiket csak futólag ismerünk. Néhány perc az életükről, terveikről és vágyaikról. Csak itt, a Hajdú Portréban. Jó estét kívánok! Mai vendégem 1970-ben telepedett le Hajdúszoboszlón. Azonnal csatlakozott a gázlángeses sakk szakosztályhoz, 7 évvel később pedig átvette a haladó szakosztály irányítását is. Vendégünk Baranyai Szabolcs, a Hajdúszoboszlói Sakk Sport Egyesület vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Tedi Csókolom! Sport iránti szeretetet töretlen, hiszen még ma is képviseli a sakk világát itt Hajdúszoboszlón. Hogyan kezdődött el ez a hatalmas szerelem? Hát, hogyha saját magamról kell beszéljek, akkor ez úgy kezdődött, hogy 1947-ben, amikor 5 éves voltam, édesapám, aki már akkor is első osztályi sakkozó volt, és játszott a pécsi sörgyárban, és ő kezdte velem a lépéseket, és ő szeretette meg velem ezt a játékot, ami szinte töretlen azóta is folyamatban van nálam. Mennyire beszélhetünk játékról, és mennyire beszélhetünk komoly küzdelemről, versenyről, sportról? Általában azt szokták mondani, akit egyszer megfertőzött az úgynevezett sakkláz, az már nehezen tud ebből kikavarodni. Tehát az, aki megszerette, az már abban van. És azt fogja csinálni, akár versenyszerűen, akár alkalomszerűen, akár milyen formában, az már elkötelezett híve lesz ennek a nemes játéknak. Hogyan mutatná be nekünk egy picit rövidebben, dióhéjban azt, hogy végül is milyen életpálya kötődik a sakk szakosztályhoz itt Hajdúszoboszlón, hiszen voltak hullámvölgyek, néha jobb eredményeket sikerült elérni, olykor kevésbé, most viszont szintén igen, magasan a csúcson vannak. Hogyan indult és hogyan teljesített a csapat az évek alatt? Hát abban az időben, amikor én ide kerültem, én 1970-ben leigazoltam az akkori Gázbánk Sportegyesület sakk szakosztályához. Abban az időben még sajnos már meghalt Baranyi Sándor vezette ezt a szakosztályt, és ő kért meg arra, hogy szálljak be a csapatba. Én természetesen igent mondtam, és későbbiek folyamán aztán ő leadta ezt a vezetést, úgy én vettem át 1977. január 1-től. Akkor mint szakosztály. Akkor még csak megyei szinten volt a csapat. Későbbek folyamán aztán elhatároztuk, miután a város vezetés, az egyesület vezetése azt mondta, hogy a sportágot fel kell karolni, színvonalasabbá kell tenni, fel kell emelkedni. Na, ennek szellemében aztán 1984-ben megnyertük a megyebajnokságot, majd az utána következő osztályot, és bekerültünk az akkori MB2-be, és az MB2-ben aztán egy 6-7 éves játék után felkerültünk az MB1-B-be, amit azonnal meg is nyertünk, és onnantól kezdve kerültünk be az MB1 A osztályba. Ez volt 1992, ha jók az információ. Ez volt 92-93-ban nyertük meg, igen, és aztán ez tartott egészen 1997 végéig, ugyanis akkor a Tigáz megszüntette a sportot a vállalat területén. Tehát versenysport, mint olyan nem létezett, csak a vállalati dolgozók részére. Ez volt ennek a sportnak a fénykora? Ez volt ennek a sportnak, Hajdúszoboszlón, legjobb tudomásom szerint ez volt a fénykora, igen. De azt hiszem most is büszkélkedhet szép eredménnyel az egyesület, hiszen Hajdúszoboszlón ez a sportegyesület az, amelyik egyedüliként jelenleg MB1-ben játszik. Hát erre tényleg büszkék vagyunk, de itt nem csak, hogy én vagyok büszke erre, hanem az egész csapat, mert hát, hogy a csapat nincs, akkor bármi van. Tehát, és örülünk is neki, hogy bejutottunk ide, megpróbálunk a magasabb szinten is helytállni. Kikből áll a csapat? Csapatról beszélünk. Már a helyi és megyén belüli lakosokból. Kivételt képeznek, akik messzebbről vannak, akik Hajdúszoboszlóról felszámasztanak Budapestre, mint például a saját fiam is. Hányan vannak most az egyesületben? Az egyesületben 30 fővel dolgozunk. Ennek 20 fő a felnőtt, és 10 fő az ifjúsági, azaz 18 évkor alatti.
Ezek szerint az utánpótlás is nagyon fontos, és erre is külön hangsúlyt helyez. Rendkívül fontos, annál is inkább, mert a csapatokban, akár megyei, akár nemzeti bajnokságban lévő csapatról van szó, két ifjúsági játékos szerepeltetése kötelező. Tehát a minden egyes egyesületnek érdeke, hogy ifjúsági játékosai legyenek, és lehetőleg minél jobbak legyenek. Azért arról is érdemes szót ejteni, hogy 14 alkalommal szervezte meg ön az Alföld Kupa sakversenyt Hajdúszoboszlón. Ez ma már nem létezik, erre ma már nem kerül sor. Miért nem? Hát különböző összetevői vannak ennek. Egyrészt megváltozott az élet Magyarországon. Kevesebb a pénz, kevesebb dologban az, ami erre fordítható. Tehát lényegében most már tehát másak a körülmények, teljesen, mint abban az időben voltak. Tehát úgyhogy ilyen formában nem lehet. És az összeg, amit kap az egyesület, azt elsősorban az egyesület fenntartására, fejlődésére fordítjuk, és a játékosainkat máshol versenyeztük egyéni versenyeken. Még egy picit visszakanyarodva a múltba, 1991-ben női világbajnoki zóna versenyt is rendezett. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a zóna verseny, hogy a világbajnokságra be vannak osztva az egyes országok zónákba. Volt az európai zóna, és az európai négyes zóna, ebbe tartozott bele Magyarország is. Ebbe volt többek között Csehszlovákia, Románia, Lengyelország, Bulgária. Ez az öt ország, és ezekből került aztán ki a továbbjutó játékos a világbajnokságra, mint olyanra. Utalt itt különféle nehézségekre, amelyek hátráltatják a sport aktivitását. Mégis mi az, ami miatt ön szerint fontos lehet a mai világban is a sakk szeretete, akár a gyermekek, akár a felnőttek körében, miben segíti az embert, miben segíti a hétköznapjainkat? Hát alapvetően sok dologban segíti, és ezt a kérdést külön köszönöm, mert megtanítja az embert egyrészt türelmesnek lenni, lehetőség szerint nem kapkodni, mert a sakkjáték nem tűri a kapkodást, az összevisszaságot. Megtanítja gondolkodni, tehát egyfajta célirányos gondolkodásra. Másrészt elfogadtatja azt az emberekkel, hogy van egy bizonyos szabályrendszer, amit ha el akarok valamit érni, be kell tartani. Ilyen az életben is ez van, hogy egy szabályrendszert be kell tartani, hogy jussunk valahova. Nem beszélve arról, hogy ez a sportág a kreativitást, a tenni akarást, az alkotási vágyat is kihozza az emberből. Mert lényegében magam is ezért is szerettem bele idézőjelben úgymond ebbe a sportágba, hogy pontosan azért, mert alkotást engedélyezett, a gondolati világot szabadjára engedi, és az adott a sakkjáték szabályain belül rengeteg lehetőséget biztosít. Hány éves korúak azok a gyerekek, akik az ön egyesületébe tartoznak, és akiket edz? Akik jelen pillanatban, akik nálunk vannak, 8 évestől 18 évesig. Ugyanis az ifjúsági korhatár 18 év. Hány éves kortól érdemes szerencsés elkezdeni a sakkot? Hát erre van egy érdekes anekdotám, ha elmondhatom. És pedig az, egy alkalommal, hát egy pár évvel előtt egy anyuka megállított az utcán, és azt mondja, hogy szeretné a fiát hozzám hozni, sakkozni. Én mondtam, rendben van, tessék nyugodtan hozni, csak hány éves a gyerek? Azt mondja, 2,5 éves. Na mondom, akkor váljunk egy kicsit ezzel, legalább úgy 5 éves korig, és majd akkor tessék hozni a gyereket. Úgyhogy ilyenek, van egy-két olyan szülő, aki arra vár, hogy a gyerek elérje ezt a bizonyos 5 éves korhatárt, amit mondtam, hogy hozzák a gyereket. Szóval vannak még így tartalékban. Szeptember 25-én is sor kerül egy versenyre, itt a Művelődési Központban. Ki lesz az ellenfél, hogyan készülnek erre? Az ellenfél egy jó budapesti középcsapat, mármint az NB1B-nek jó középcsapata. Most az a neve, hogy Hóbagoly. Hogy honnan vették a nevet, honnan nem tudom, nem is érdekel bennünket.
és a felkészülés pedig olyan formában történik, hát a mai világban elég könnyű. Általában mindenkinek van internet megközelítése. Ezeken különböző játszmákat, partikat, ellenfeleket mindenki meg tud nézni, meg tud látni, és amennyiben szükséges, akkor az instrukciókat akár tőlem is megkapja, hogy kit keresen, hol keresen, mit keresen, és ott mit talál, és hogy lehet ezzel, és előveszi a sakktáblát, akár kiteszi magáni, vagy akár magán a számítógépen, és már tudja nézni az ellenfelet, hogy játszik, mit akar, ő neki mire kell készülnie. Vannak, illetve voltak már olyan visszajelzései, amelyek kellemes élményt hagytak önben a szülők részéről? Itt elsősorban a gyerekek oktatására gondolok. Hát, hogy mondjuk könnyebb volt az iskola, a matematik vagy a padban való. Hogyne. Nem is egy esetben volt ilyen, sőt nagy hálával, köszönettel mi egymással nem győztem elhárítani szinte. Hogyne, ilyenek is voltak, hogy a gyerek megtanult ezt, megtanult azt, hogy eddig még arra, hogy nem lett volna képes, hogy rendet tegyen maga után, most már csinálja. És szóval számtalan különböző ilyen dolgok vannak, ami igazán meghatározó volt. Mondom, különösen az lepett meg a legjobban, amikor azt mondta az anyuka, hogy eddig minden szanaszéjjel tartott a szobában össze-vissza, de amióta sakkozni jár, azóta egyre tapasztalja, a füzeteit rendbe tartja, a könyveit, nem dobálja szét a ruháit, meg különböző ilyen dolgok. Tehát egyfajta fegyelmet tanult. Ezek után azt kell, hogy mondjam, hogy talán minden második gyereknek szerencsés lenne beiratkozni ebbe az iskolába. De lehet, hogy minden gyermeknek, nem csak minden másodiknak. Hát, nem tudom. Mi az, ami egyébként önt motiválja abban, hogy továbbadja azt a tudást, amit a sakk mint játék a versenyvilágából magába merített? Hát, hogy... Mi vezérli? Hát minden esetre az vezérel, hogy... Hát az alattermészetem már olyan, hogy én szeretem a dolgokat, a tudást, bármit másokkal is megosztani. És ez a gyerekekkel, meg különösen, hát ugye saját gyerekeim is vannak, unokáim is vannak, úgyhogy azokkal is, hát miért ne csinálja másokkal is. Én segíteni szeretek, és ezzel segítséget és magam a sportágat szeretem, és úgy érzem, hogy másokkal is meg tudom kedveltetni. Most a Városnapján szeptember 2-án Hüse Károly emlékdíjjal jutalmazták sportbéli tevékenységét. Mi az az elismerés eddigi pályája során, amelyet büszkén visel? 1993-ban országos kitüntetést kaptam a magyar sakkozásért címszóval, amelyben elismerték a tevékenységemet a sportágban. Ez volt az, ami még komoly kitüntetés volt számomra a sportágon belül. Mondjuk el akkor még egyszer, hogy mikor várják az érdeklődőket erre a versenyre, mint nézők, mint szurkolók megnézhetik a megmérettetést, a küzdelmet? Ezt szeptember 25-én kezdődik a bajnokság, az első forduló. Itt fogadjuk a budapesti Hóbagolynak a csapatát, és pedig délelőtt 10 órától. Tehát szeptember 25-e délelőtt 10 óra. Délelőtt 10 óra, így van. És ez, hát 6 óra a játékidő, ugye az azt jelenti, hogy az 16 óra, amikor ez befejeződik. Tehát délután 4 óra. Ezek után csak azt kívánom én is önöknek, hogy maradjanak továbbra is még jó sokáig az NB1-ben. Úgyhogy sok sikert a versenyhez is. Köszönöm szépen, hogy befáradt hozzá. Én nagyon szépen köszönöm a csapatom és a magam nevében. Önöknek is köszönöm a figyelmet, viszontlátásra egy hét múlva.